Sziasztok, Marika vagyok. Este van, holnap kovászos kenyeret akarok készíteni. Akkor mondom, este van, ugye, és ide kimértem 50 g kovász, de amúgy 50 g, de nem mértem. Mert ugye itt, amit megkeverek, és ez megy a hűtőbe egyszerre, ez az anyakovászom, itt ugye marad benne, nem is tudom mennyi, 25 g. Mert ugye az üveggel együtt úgy kell mindig hagynom benne, hogy 163 g legyen, és akkor az 25 g kovász marad benne, ugye üveg meg a kovásszal együtt 163 g, és akkor ahhoz 20 g vizet adtam, jól elkeverem, és 30 g kenyérlisztet adok hozzá. Én tüske szentpéteri kenyérlisztet használok, de van itt ilyen celli is, de azt nem szoktam az anyakovászomhoz. Tehát 30 g kenyérliszt. Ezt pontosan kimérem mindig, mert különben nem fér bele az üvegbe. Úgyhogy nem szoktam többet. És akkor ezt jól kikeverem, letisztítom az üvegszáját, és megy a hűtőbe. Elmondom, hogy ide mit készítettem. Ugye kimértem most, de a szűrőt is ráadtam, a levesszűrőt, mert ezzel fogom megszitalni a lisztet, majd reggel. Azt nem fogom mutatni, mert általában olyan 5 óra, 6 óra, amikor hogy ébredek föl, akkor szoktam bekeverni a vízzel. Ez 1210 g liszt, 400 g rétes, 400 finom, és 200 g a kenyérliszte, 200 tüske, és 200 celli. És 10 g, itt van 10 g teljes kiödésű. Nem rakok többet, mert akkor tapadós a bélzete, és azt nem szeretjük. Mert ugye az olyan annak a sajátossága. Itt ugye 50 g a kovász. Hajtok, ezt megcsinálom. Na, így néz ki. Hát így a száját, ezt leszoktam vizes kézzel, és akkor ugye lemosom a kezemet is, úgyhogy így legyen tiszta, kupak is legyen tiszta, és akkor ilyen lazán rátekerem, és akkor megy a hűtőbe. Mindjárt berakom. Tehát akkor itt maradt 50 g. Most nagy mennyiségű kovászt készítek, azért rakom ebbe az üvegbe, mert amiben amúgy nyáron keverem, abban nem férne bele, mivel ugye nincsenek melegek, és napközben még nem fűtünk, tehát kell a sok kovász. Ez 50 g, ehhez 150 g vizet fogok adni, hogy elkészüljön időbe a kenyerem. Amúgy reggel a züstbe, amiben összekeverem a vizet és a lisztet, oda 800 g vizet öntök először, és akkor úgy szitálom rá a liszteket. És akkor ehhez olyan 170-180 g kenyérlisztet fogok adni. Én csak egyik fajta kenyérlisztet szoktam hozzáadni, de lehet vegyessen is. Csak a tüske szentpéterit szoktam. Jó, ennyi elég. És akkor 170 g-ot legalább. Hogy ne legyen olyan igen híg. De lehet kevesebb kovászt is, ha melegebb van nálatok, de itt ilyen 19-20 fok van nappal. Nappal még nem fűttünk. Hát mondjuk 175 purult, megnézzük, hogyha pont eltaláltam,
160-ra gondoltam, de hát 75 is jó, még lehet, hogy adok is hozzá. Szóval ne legyen olyan igen híg, már akkor igen hamar fölfut. A kovász mindig legyen jó érett. Már ottkor készítettem, néztem is a csoportba, az egyik csoportba, ott is írja a csoportvezető, hogy úgy járt, hogy nem volt érett a kovász, és nem lett jó a kenyér, és múltkor én is úgy jártam. A kovász, mikor meg kell, a teteje legyen már lyukas. De még az is jó, hogyha már összeesett. Inkább, mint még föl se futott rendesen. Az biztos, hogy nem lesz jó kenyér. És akkor olyan kovásszal, ami nem volt teljesen fölfutva, azzal így kikevertem az anya a kenyérhez való kovász, hát nem is lett jó a kenyér. Az összes a kenyérben, mutatom, a kenyérben az összes bub, vagy lyuk, ami van, az mind fölfelé állt. Ha fölfelé állnak a lyukak, az összes, nem így íveltem, megy, látjátok, megy így körbe, akkor keletlen a kenyér. Még esetleg így is lehet keletlen, még ez is kellhetett volna, mert ott van egy kis repedés. Igen. Úgyhogy erre mindig figyeljetek, a kovász mindig legyen megérve. Jó, azt hiszem, ez így jó is lesz. Rakok rá egy tányérat, és akkor majd, ha egyenésbe jön egy óra múlva, bejelölöm, de hát ugye fölösleges, mert ez majdnem tele fog futni. Hát nem fog, szerintem, de majdnem. Szóval jól fölfut reggelre. Azt akkor majd reggel jövök, amit tudok, mutatok. Elmondtam, hogy a lisztet és a vizet azt bekeverem időbe, állhat egy órát, de volt, mikor egy egész éjszakát is áll, de akkor hidegre kell tenni. Nem lehet meleg helyen hagyni, esetleg akkor, ha csak kenyérliszt van. Mert a többi lisztnek nem olyan jó, hogyha sokat áll a vízzel. Hát most pontosan nem tudom a szabályokat, hogy mit, miért, de szóval a lényeg ez. Na akkor rakunk rá egy tányérat. Szóval később megjelölöm. Aztán majd reggel jövök. Ezeket el lehet vinni már a helyére, mert ugye ezek már nem kellene. Azt meg elfelejtem mondani, hogy este 7:30 van. Mutatom a fejleményeket, reggel vagyunk. Hát 5 órakor fölébredtem, akkor kevertem be a lisztet a vízzel. 800 g a víz, ahogy mondtam az este, 1210 g a lisztek. És ugye akkor 2 ruhával letakartam, hát most elaludtam, megmondom őszintén, 7 óra lesz 5 perc múlva, úgyhogy a kovászt most fogom hozzáadni, és 1/2 órát pihentetem körülbelül, itt a kovásznak, körülbelül egy kovásznak így kell kinézni, hogy bevethető legyen. De ahogy most megmozdítom, akkor látjátok, össze is esett, ez még ha így össze van esve is nagyon jó. Inkább ilyen legyen, mint éretlen. Most ezt hozzáadom, 1/2 óra pihenő, és akkor megy hozzá a 25 g só. Elindítom a gépet. Beleöntöm a sót. Majd a többit is. És lespriccelem vízzel. Ennyi. És akkor 6 percig szoktam, vagy 7, amikor milyen kerülem van, 6 percig általában dagasztatni. Kiburítottam. Most egyszerre üzes kézzel szilomhajtunk. És ugye én általában egy kis gombócot veszek ki, és akkor az mutatja, hogy mikor lehet előformázni majd a tésztát. Úgyhogy egy kis tésztát veszek ki, ide rakom. Jó, megmosom a kezem, megszállítom, és akkor egy kis gombócot formázok belőle.
Hoppa, majd. És akkor majd 40-45 percenként fogom sziromhajtani, meg majd mutatom a többit. Ezt próbáljátok ki, hogyha nem vagytok megelégedve a kenyérnek az érésével. Ez egy jó módszer, de ez is csak akkor működik, ha a kovász is jó. Ha ez sem működik, itt már nagyon ragad a kezünkhöz, akkor új kovászt kell nevelni, mert annak a kovásznak baja van, tapasztalatból mondom. Ugye a puhány fajta kovászt neveltem, én már meg mennyit kilógtam, mire. Ez a legjobb kovász, amit most használok. Hagyjátok ilyen kis gombóc bele a vízbe. Ha feljön a vízszínére egy olyan 4-5 óra múlva, akkor ez az edény, vagy hát ez a tál is tele lesz a kenyértésztával, és akkor elő lehet formázni. De majd közben jövök azért. Következik a laminálás. Kétszer szirom hajtottam. Azt nem mutattam, mert ugye ahogy kivettem a ragasztógépből, akkor szirom hajtottam. Ugyanolyat csináltam. Lefújjuk az asztalt. Hát ez ilyen nájlon, de a enyvesvászon is teljesen jó, de lehet, hogy egy munkapult is, csak ott azért eléggé csúszik. A kezünket is jól bevizezzük, meg ezt is. Ilyenkor érdemes így mellé böködni, és akkor könnyebben kijön. Könnyebben kijön a tálból. Azért marad benn, de azt is kiszedhetjük, de benn is maradhat. Kérem. Aztán, hogyha még olyan túl keménynek érzitek a tésztát, akkor ilyenkor még jól be kell vizázni, meg a kezünket is nagyon jól, és akkor ilyenkor még lehet ugye egy kis vizet hozzáadni. És akkor szétnyomkodjuk, amennyire tudjuk. Tehát én nekem volt összesen a ragasztás utánival együtt 3 laminálás, sziromhajtás, de ugye igazából csak 2 volt, mert az egyik az, ahogy kivettem a ragasztógépből, akkor egyszerre az nem számít plusz időnek. Annak, ami erről annyi videón, hogy csúdol, csak mondom, olyan régen volt kovászos kenyér. Hát erről is lehet, hogy van videó. Csak esetleg már én egy kicsit jobban belejöttem ebbe a 7-8 évbe. Aztán könnyebben hajtogatok, könnyebben formázok már. Nem szoktam túl nagyra kihúzni, hát még lehetne, ugye. De minek? Ennyi elég. És akkor ezt a sok vizet ide szoktam. Ugye az asztal legyen tiszta, meg amúgy is ötször lenyaltam már, mert hát zsenyi zöldet ragdaltam itt, úgyhogy már ötször volt nyalva, reggeli előtt, reggeli után. Úgyhogy ez a nájlon legyen tiszta. És akkor egy kicsit így visszahúzva föltekerjük. Behoppantjuk ide a tálba. Egy kicsit meg szoktam úgy nyomogatni, hogy mindjárt mutatom, hogy milyen legyen. Ezt meg még fel szoktam szedni. De ez nem fontos, de így bele szoktam, vagyis hát rá szoktam simítani. Akkor így néz ki. És most még egy kulhajtás jön, majd talán azt is megmutatom. És akkor utána megvárjuk, még ez a tál jól tele lesz. Körülbelül így álljon a tészta, akkor lesz jó, hogy ne elsimuljon, hanem így egy kicsit váljon el a széle a
taltól, és akkor legyen egy kicsit pupos, majd akkor is mondom. Tehát valahogy így fog kinézni. Nagyon finom a kovászos kenyér, ha van rá lehetőségetek, akkor csak próbáljátok ki. Majd záróképernyőben megint odarakom, mostanában sokszor odarakom azt a joghurtos kovászt, amit most használok. Ez nagyon jó, de ugyanúgy el lehet készíteni kefirrel is. Mondjuk a kovászos kenyértől nem kell félni, a kovásznemeléstől sem kell félni. Én is csak hup, nekiálltam, mert a limaránál láttam, hogy ő kovásznevel. Ó, mondom, ezt én is meg tudom csinálni. Gyorsan ide futottam a konyhára, aztán be is kevertem a lisztet a vízzel, aztán sütöttem, hát semmi se lett persze az első kenyerek, de ugye az ember föl tud fejlődni, meg már én is tudom, hogyha nem jó a kenyér, új kovászt kell nevelni. Megvizeztem a kezemet, és ugye most úgy csináljuk, hogy végül is hozzászoktam a nadrágomhoz nyomni, mert ugye nem áll meg különben, elcsúszik. De lehet úgy is, hogy fölemelem, ahogy a régebbi videókban mutattam. Mind a négy oldalról. Ezáltal jól megfeszesítjük. Látjátok, nem tudom mennyire látszik, tele van hólyaggal. Visszavállapjuk ezt a nájlont, és most másfél órát hagyom, addigra se nézek, az biztos, hogy annyi kell, de lehet, hogy majd még több, mert ugye 20 fok van itt a konyhán, most már 11 óra, hát olyan gondolom még 2 óra biztos kell neki, de előfordulhat, hogy másfél, de szerintem 2 óra kell neki, mert ugye 20 fok azért kevés. 5 óra alatt jött föl a gombóc. Látjátok, ez a nájlon már nem kell, ugye? Ezután már nem ezt használom, úgyhogy ez megy a mosásba. Na, és akkor ugye most le fogom mérni. Hát úgy körülbelül tudom, hogy mennyinek kell lenni, de azért mindig lemérem. Hát, ha egy kicsit több vizet raktam hozzá, mert mikor spriccelem, ugye azt nem mérem. 2441, 1220. Múltkor 1230 volt a fele. Ezt a kis gombócot nem vesszük ki, mert azt még a másikat mellé dobjuk. Ahogy mondtam, a tésztának olyannak kell lenni, amilyet most láttok, hogy nem oda hozzá terül, hanem ott elválik, és akkor szépen gömbölyödik fölfele. Nem tudom, hogy mennyire látni. Így szépen gömbölyödik fölfele. Aztán, hogyha a gombóc följön, még akkor lehet ám egy negyed órát várni, nem kell egyszer rohanni, mi is ebédeltünk. Most ugye 3:41, és akkor 3:48-kor álltam neki. Na, mit mondtam, 1220 gram. Most már vele kell ugye rakni a lisztesbe. Ezt jól meglisztezem én mindig. És így akkor mellé bötködök. Mutatom rendesen, hogy hogyan csinálom. Körülbelül jó. És akkor ugye ide kifordítjuk. Ebbe szoktam egy kis lisztet szórni, mert ugye most azért nedves látszik is, mert beleszórom, hogy ugye majd beledobom a tésztát, hogy lemérjem. Tehát 1220 g-nak kell lenni. És én ilyen pici lisztet ide szoktam szórni, de tényleg csak minimális. Régebben többet szórtam, de nem szabad sokat. Na és akkor most szemmértékre felezzük.
és akkor ugye összehajtogatjuk, és akkor megmérjük. Na, mit szóltok? Micsoda szemmérték? Az az egy, az maradhat. Na és akkor úgy csináljátok, hogyha mondjuk így akarnátok előformázni, ahogy én, hogy ne legyen alatta liszt. Mert ha nincs alatta liszt, akkor nagyon könnyű egy helybe szinte előformázni. Így csak így betekárgatunk neki, mert ugye nincs alatta liszt, és letapad, és akkor ilyen könnyű megformázni. Erre én is úgy jöttem rá, meg hát ugye figyelgettem más videóját is, hogy hogyan csinálja, meg hát a pékek. Látjátok, ilyen szépen megfeszül, arra nézzetek. És akkor valóban lerakjuk. Most már belisztezzük, és akkor a másikat is ugyanígy megcsinálom. Kihúppantjuk innen, az mehet a mosásba. És akkor ezt ugyanúgy. Szépen így csak nincs alatta liszt, tehát letapad, és akkor így be lehet feszesíteni, hogy jó feszes legyen a teteje, de azért húzásba nem szabad vinni, mert ha túlzásba visztük, akkor szétrepedhet. Itt például sok a levegő. Most. Jó van, és akkor fél óra. És akkor fél óra múlva meg fogjuk formázni. Rakunk rá egy rongyot. Ilyenkor már csak ruhát szoktam rárakni. És akkor ugye 30 perc. Keresztőtálat, azt én rizslisztel szórtam ki. Amibe keresztem, ugyanolyabban fogom sütni. Tehát nekem 4 darab ilyen nem lehet most kapni, úgy tudom. Úgyhogy nem is foglalkozok vele, mert ne is kérdezzétek, mert nem lehet most ilyet kapni. Letelt a fél óra. Ide kifordítjuk. És nem nagyon hajtogatom befele, mint ahogy régen szoktam, most már nem úgy csinálom, hogy minél több legyen a lyuk, mert ne legyen olyan sűrű, a lényeg az. Úgyhogy körülbelül egy ekkorára csinálom, nyomkodom ki, és akkor ugye itt az alja legyen ilyen egyenes, kicsit, és akkor csak így behajtom. Kicsit visszanyom, megint, és akkor még egyszer, de most már összefogom, és bele a keresztőbe. Ez kint úgy. Nem is igen láttam. És akkor mutatom, hogy bevizezem a kezem. De nagyon ne legyen vizes. És akkor itt, ami megy ugye majd rá, megfogom, és akkor ide csipetem. Mindenhol lezárom.
másikat is. Kicsit legyen vizes a kéz. Kicsit nagyobb, nagy hólyókat elurantjuk. Az imént akkor ugye másfél órára állítottam az időzítőt, de még akkor kellett neki 15 perc. Most 2 órára állítom. Behelyezzük a közepére mindenhol. És akkor most jól meglisztezem. Ezt is, ezt is. Ruhával letakarom, ugyanúgy, mint az imént. És akkor 2 óra múlva jövök. Nem vettem ki gombócot, miért nem szóltok? Akkor innen alulról valahonnan csipünk ki egy kicsikét, nem kell nagy. Akár mekkorát csipünk, mindenhogyan ugyanúgy működik. Kicsi is, meg a nagy is. Különben a gombócot, azt mikor ugye már belefordítjuk majd, amelyikbe sütjük, azt kiszoktam olajozni, akkor rá lehet tenni ezt a gombócot, meg azt is. Rá lehet tenni, és meg lehet vele sütni, mert én már próbáltam, mert valamelyik unokám kérte, hogy süssem meg. Azt hiszem, még videóban is szerepel, de már nem emlékszek rá. Ugyanúgy jó keményre. De a kéz ne nagyon legyen lisztes. Minél keményebb, annál jobban működik, de csak akkor, hogyha jó kovász. Tehát ne legyen olyan nagyon lisztes a kéz. Egyik fönn van, másik lent. Na, akkor takarítunk. Letakarom ruhával, és akkor majd jövök. 2 óra múlva kb. Mind a 2 gombóc feljött. Hát, jónak ítélem, mert jónak ítélem, mert ugye el van szakadva a varrat. Na. Úgyhogy jót lehetett pihenni ilyenkor délután, hogyha van időt ilyenre. Mert 2 óra, 2 és 4 óra körülbelül annyi kellett neki, hogy a gombóc feljöjjön. Ugye olajoztam a edényt, ezt el is felejtem mondani. Másikat is. Megfordítjuk. Mindegy, hogyan, vagy így, vagy úgy. Ruhákat kirázzuk majd, és majd kiszárítjuk, jó, nem kell mindig kimosni. Kérdeztétek, miért nem ebbe keleztem, amivel sütöm? Nem tudom, így én jobban látom az érését, mert ugye látom a varratot. Végül is teljesen mindegy, lehet úgy is. Pláne, aki már biztos magába, hogy most ez tényleg jó az a tészta, nem kell ilyen gombócot, én sem mindig nézegetek, nem mindig rakok. Lesöpörjük a lisztet, ezt a rizslisztet. De maradhat rajta, mert úgy is jó, kipróbáltam, de nekem annyira nem tetszik úgy a kinézete. Úgyhogy én rendes lisztet szórok rá, finom lisztet.
Azért szeretem ilyen formába, amiben sütöm is, kereszteni. Mert akkor ugye ilyen forma lesz, amilyenbe sütöm. Ha olyanba is keresztem, pláne így, hogy van 4 darab. No, és akkor bevágunk neki valahogy. Általában egy S betűt szoktam. Hogy kérdőjel, mindegy, mikor, hogy, mi sikerül. Ugye, hogyha hűtőzik a tészta, nem szoktam, igen, ritkán, talán valamikor régen, akkor nincs ilyen, hogy ottan ugrál a penge, hanem akkor szép, mert ugye megvan a tészta keménykedve a hűtőbe. És én nem meleg sütőbe rakom, tehát nincs előmelegítve a sütő. A sütő az hideg lesz, mikor beteszem. És akkor felállítom 220 fokra, légkeverés, és 55 percig sütöm, 55 perc alatt kész a tészta nálam. Tehát ugye ez sütőfüggő. Mert például a húgomnál nem volt kész, azt mondta ő. Vagy valamit nem jól csinált. De mindegy, ismerő már nem kovászol. Sűrűen megvizezem a pengét. De hogyha ugye előmelegítitek a sütőt, és úgy akarjátok sütni, akkor nézzetek meg egy videómat, mert én már évek óta nem csináltam úgy, akkor azt nem tudom mondani. De akkor kell a sütőt begyújtani, amikor a gombóc följön, arra emlékszem. Mert akkor még van fél órája a tésztának. Így meg ugye, mivel most nincs olyan, hogy fél órát vártam, így ugye most melegszik a sütő. Tehát mire a 220 fokot eléri, addig meg is kell itt a tészta. Na most ugye ez egy ilyen forma, amiben keresztem. Ezt is ki kell olajozni. És ezt ugye úgy rakom, hogy ellenkezőleg, ahol innen van, akkor itt meg a másik felére. De ahogy mondtam, nem lehet ezt kapni. Úgy tudom. Meg ebben amúgy is csak 220 fokig lehet sütni, úgyhogy ha valaki előmelegíti a sütőt, ebben nem süthet, mert így is már nagyon tönkre van. Kell jól olajoznom. Tetejét annyira nem muszáj, de azért azt is kiszoktam, mert sose lehet tudni, mennyire nő meg a tészta. És akkor rárakjuk, és megy a hideg sütőbe, amit 220 fokra fogok állítani. Ezeket a gombócokat rá lehetne tenni. Megmutatom. Mondjuk ide bele ebbe a vágásba. Ugyanúgy megsül, majd meglátjátok. Így ide középre. Elkészült a kenyér, hozom. Ez az 55 perc, ez pont jó. Itt nem kell még bent hagyni, visszalakozni, de hát ugye ki kell tapasztalni, mert minden sütő más. Mert
tudtuk, mert most csak egy tepsi van. Na, ilyen lett. Lesz spritzelem egyszerre, ott vannak a gombócok, látjátok, belesült. Minden mutatom. Gyorsan lespritzelem vízzel, hogy ne legyen betonkemény a héja, mert nem szeretjük úgy. Jó lett. Szerintem szép lett. Szép magas, majd reggel megkezdem, mert még annyi kenyér van, hogy a papának elég a vacsorához, meg még lehet, hogy reggelre is marad egy kicsi. Hát ilyen lett. Én nem szoktam nagyon-nagyon cicamázni, minek, hát mi esszük meg, nem megy kiállításra, esetleg néha nektek megmutatom. Ti meg azt csináltok, amit akartok. Pattog ám, pattog. Elvágtam a kenyeret. Ugye most szeletet nem fogok vágni, mert megy a méhhűtőbe ez a kettő fél. Ezt pedig ugye nem kezdtük meg, mert még maradt annyi vacsoráról, hogy, vagyis hát tegnapról, amit mutattam abból, hogy pont elég lett reggel. Nézzétek meg, ott a gombóc. Ennél meg itt. Úgyhogy bele lehet sütni, nem kell áldobni. Hát, ha akarjátok. Szerintem jó lett. Próbáljátok ki, ha nincs kovászatok, ha akartok kovász nevelni, a videó alá beillesztem a linkjét. Ez egy nagyon jó módszer, könnyű elkészíteni, ha valamitek megpróbálná, nyugodtan írjon, azt akkor elmondom hogyan, de rá lehet keresni másnál, és meg van másfajta kovász nevelés is. De ez hamar elkészül, 3-4 nap, aztán már lehet is vele sütni, és ilyen jó kenyeret lehet vele sütni, nem kell 30 napokat várni. Vannak nekem is fönn kovászaim, kovásznevelésről, olyan sokat kell vele várni, hogy csuda. Úgyhogy 30 nap, mire elkészül, mire bevethető, ez 5 nap alatt ilyen kenyér lesz belőle, ezzel a joghurtos kovásszal. Hát meg a kefir is állítólag, de mondom, azt nem próbáltam. Írjatok kommentet, készítsétek el, ha gondoljátok, neveljetek kovászt, ha ráértek vele foglalkozni, egészségesebb, mint az élesztős, de ahogy gondoljátok, meg ki hogyan ér rá, ugye, meg kinek milyen késztetése van, meg ki mennyire akar egészségesen, én se élek olyan nagyon egészségesen, de a kenyérre esküszök, hogy az nagyon jó, a kovászos kenyér, meg hát sokkal finomabb, mint az élesztős. Nekünk legalábbis, nekem meg pláne. Írjatok kommentet, vigyázzatok magatokra. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Sziasztok!